A szakmai továbbképzés mindenképp mindenkinek egyéni érdeke. Az edzőknek nyilván a saját karrierjük szempontjából, illetve tekintettel a sportolókkal foglalkozunk, illetve átlagpopulációval attól függ, hogy versenysportban vagy fitnessben dolgozunk-e. Ezt tolmácsoljuk tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy a sportnak mely formáját és milyen módon közvetítjük a vendégek felé. Célzottan a különböző célcsoportoknak meg kell tudnunk választani azt, hogy kinek mi a leginkább testhez álló számára, mert melyik a legszükségesebb mozgásforma. Ha fitness edzőre gondolok, akkor a CESZ tulajdonképpen sajnos most már az átlag populációt is érinti, hogy nagyon sokan küzdenek mozgásszervi problémákkal, vagy egyéb egészségi problémákkal. Nagyon fontos, hogy ezt felkészülten kezeljük, nem mindenki gyógytornáz, ezt általánosan át kell látni. Mindenkinek van egy kis derékfájdalma, egy kis rövidüléssel, tehát hogy ezeket, ha jól tudjuk kezelni és foglalkoztatni a vendéget a sportmozgások által, akkor nyilván annál eredményesebben és hatékonyabban tudunk dolgozni. A PESZ pedig hát nyilván van a teljesítménysport és a versenysportban kamatoztatható elsősorban. Az mondja, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a magyarországi sportolók és a sportolóink eredményesebbek legyenek, és minél több tisztességet hozzanak Magyarországnak. Vannak a klasszikus iskolák, amelyekhez nem véletlenül ragaszkodunk, de azért látjuk, hogy a trendek és a tendenciák milyen irányba mennek el. Én azt gondolom optimálisnak, hogyha megőrizzük a gyökereinket, de be tudjuk engedni azokat az új technikákat, metódusokat, hiszen ez mindegy szakirány a sportágaknak fejlődik. Hogyha ezeket szépen megszűrjük és azokat beillesztjük az edzés módszereinkbe és a versenyzőink felkészítésébe, akkor ez csak az előnyünkre szolgálhat. Ungvári Máté kollégámmal sebességfejlesztéssel és robbanékonyság fokozás témakörében dolgoztunk ki gyakorlatokat, hát ezt fogjuk bemutatni. Három nagy csoportra bontottuk a gyakorlatokat és a feladatokat. Mind futbolista fiúkat fogunk foglalkoztatni, tehát velük is mutatunk be gyakorlatokat, hát lesznek erőálló képességi jellegű gyakorlatok, amelyek szintén a robbanékonyságot hivatottak megvalósítani és fejleszteni a sportolóknál.